szemegetekre. Az egyik kiégett. Ismét kocintásokkal telt meg a dobótér, csütörtökön ugyanis elkezdődött az Egri Borút Egyesület Vino Magnum programja. A megnyitó ünnepségen a szervezet elnöke köszöntőjében elmondta, Egernek gasztronómiai és turisztikai szempontból is kiemelkedő szerepe van hazánkban, de a cél az, hogy minél több turista a minőségi borokat válassza, erősítve ezzel a borvidék hírnevét. Egerben is az Egri Borútnak a legfontosabb, legerőteljesebb programja a Vino rendezvény, és ezután is ezt szeretnénk, hogy legyen. Itt tudunk nagyon sok embert megszólítani közvetlenül a borainkkal, remélve azt, hogy a borfogyasztást ezzel ösztönözzük, de hát ez így is van azoknál, akiket elérünk, és ezáltal vissza is térnek Egerbe. Bár a szervezők szerint a Vino Magnum inkább turisztikai, mint szakmai program, a megnyitó után egy mini konferenciát is tartottak. Sas Dániel gasztró és Piskor Fanni borszakértő osztotta meg gondolatait a fogyasztási szokásokról és az ágazat jövőjéről. Ezzel a panel beszélgetéssel az volt a cél, hogy mint a borszakértői részről, mint a gasztroszakértői részről összeültessünk két embert, és beszéljenek arról, hogy hogyan lehetne a jövőben az élményeket, mint a rendezvényeket, a gasztronómiát és a borozást összehozni. Természetesen előkerültek a boros poharak is, hiszen mintegy 20 borászat 100 nedűjét kóstolhatják az érdeklődők. Többen ezúttal családjukat is elhozták, és társaságukban ízlelgették a finom borokat. Sok éve járunk már a fesztiválra, most szerintem először, nem gyerekekkel. Ők is élvezik, nagyon tetszett nekik a mi ez bolyalában járó bácsi, meg a cica, aztán eszünk egy jót, iszunk egy jót. Andrea egriként évek óta kilátogat a borkóstoló ünnepre, a hőségben ezúttal egy könnyed, hűsítő italra vágyott. Itt élünk Egerben, és kötelességünknek éreztük, hogy kijöjjünk a dobótérre. Ilyen egyszerű. Látom, tele vannak a poharak is, mit fogyasztanak? Száraz fehérbort, fröcsként, hosszú lépés. A Vino Magnum idei újdonsága, hogy a pincészetek a könnyed fehérborok, hűsítő rozék és laza fröccsök mellett pezsgő kínálatokat is bemutatják, hirdetve az egri borvidék sokszínűségét. András először vett részt a kóstoló ünnepen, sógora meghívására Miskolcról érkezett párjával. Pezsgőzünk. És milyen pezsgőről van szó? Mi a kedvenc, a száraz? A száraz pezsgő. Száraz, félszáraz. A kísérőprogramok között szerepel több történelmi séta is, influencerek és idegenvezetők segítségével. Egy felkérésnek teszünk eleget, hogy a Vino kapcsán Eger úgymond gasztró, bor és történelme hogyan kapcsolódik össze, hiszen ez annyira szorosan együtt van, elválaszthatatlan. És délután már elkezdődött egy séta a mai napon az influencerekkel, és az került bemutatásra, hogy valójában például hogy került Egerbe a kadarka, a kék szőlő. Hozzátette, a séták alatt a vendégek megtekinthetik, hol volt Eger első étterme, illetve megtudhatják, milyen gasztronómiai különlegességeket köszönhet a város, például a rácoknak, törököknek. A rendezvényt lebonyolító Agriafilm Kft. Idén a dobótér mellett a Végvári Vitézek terét is bevonja a programokba, ahol bormozival várják a kikapcsolódni vágyókat. Lesz borosfilm, úgy boros, hogy azért nyilván egy klasszikus a Bormámor Provence, nagyon sok zenés film, a Elvis, Bohém Rapszódia, és a Grease is persze, ugye a régi nagy klasszikus, és az Imádlak utálni, ez a tavalyi év egyik legjobb vígjátéka volt, úgyhogy érdemes lejönni, bort kóstolni, zenét hallgatni, filmet nézni, mindent meg lehet most itt próbálni a téren. Az esemény sorozatot zenei koncertek is színesítik, a nyitó esten Egri Péter és a Mystery Gang varázsolt a térre jó hangulatot. Különlegesség, hogy szombat este repül a pöttyös labda, hiszen Dévinyi Tibi bácsi egy diszkósóval szórakoztatja a közönséget.